Köszöntöm nézőnket, Kuruc Istvánnal beszélgettünk, és mögöttünk a gyerekek birkoznak. De ez a mai nap egy picit más, mint a többi edzés, hiszen láttunk itt egy nagyon szép meghívót, hogy érkezik a télapó. A gyerekek már nagyon készülnek. Minden évben meg szokták ünnepelni a karácsonyt, a Mikulás közösen. Itt az előbb elmondta, hogy ez nem az első alkalom. Miben lesz a mai alkalom új a többiekhez képest? Én is nagy tisztelettel köszöntöm a televízió nézőjét, és külön köszönöm azt, hogy eljöttek erre a kis rendezvényünkre. Ez végeredményben ugyanúgy kezdődött, mint egy általános nap, tehát a gyerekek összejöttek, a szülők itt vannak, és edzéssel. Annyival másabb, amire fel is hívtuk a szülők és a gyerekek figyelmét is, hogy ugye, ha jól számolom, ugye holnap már Mikulás van, és minden évben megtartottuk a Mikulás ünnepséget. Most annyival lesz másabb, hogy egy kicsit kibővítjük, és lesz egy kis műsor, ahol végeredményben Andi kimondottan ilyen karácsonyi énekeket, karácsonyi kis műsort fog adni. Ezt ezért azért találtuk így ki, mert most a toborzások során nagyon sok a fiatal, magyarul mondva a kisebb gyerek, és úgy gondoltuk, hogy mindenképpen szükséges, hogy ezt így vigyük be. Igaz, hogy nem lapföldről, amikor jön a Mikulás, de igazi Mikulásunk lesz, úgyhogy szeretnénk a gyerekeknek is, a szülőknek is egy kicsit felejthetetlen örömet szerezni így karácsony a szeretett ünnepének a közelettével. Tehát a gyerekek akkor tudják, hogy valami lesz, hiszen itt a plakáton az van, hogy elhozza tündérkéjét magával, tehát ebből már sejthetik, hogy nem virgácsosztás lesz ma. Nem, ide csak jó gyerekek járnak. Éppen a múltkor mondtam nekik, hogy gyerekek, itt a birkozáson belül, volt itt egy kis kakaskodás, és mondtam, hogy gyerek, itt a birkozáson belül, itt egy nagyon nagy összetartásnak kell lenni, ez egy nagyon nagy család, ez egy olyan nagy család, és ezt mi birkozó családnak hívjuk, ahol apraja, nagyja együtt van, és egymást meg kell védeni, senkivel nem szabad kakaskodni. És ezt úgy veszem észre, hogy nagyon tudomásul is vették, és én ennek nagyon örülök. És hát gondolom, hogy a télapó bácsi is fog nekik azért tanácsokat adni, hogy hogyan kell viselkedni. Szokott mindig tanácsokat adni, úgyhogy erre külön meg is kérjük. Tudja ő, hogy ilyenkor miket kell mondani. Most éppen én is Pestről jövök az elnökségi ülésről, ahol ugyanez nagyba, holnap Pesten, pedig lenne a stadion, a Volt stadion szállóba lesz megtartva országos szinten, ahol szintén arról szokott Hegedűs Csaba beszélni, hogy ez a birkozó család egy nagy család, akik tényleg általában mindegy, hogy az ország melyik részén vannak, egymásnak segítenek, és ez így a jó. Nemrég voltunk itt azért egy másik rendezvényen, és akkor azért ennyi pici gyereket nem láttunk, tehát itt azért éppen csak járni tudótól kezdve nagyon sok óvodás, éppen csak iskolás van. Ez már mind a toborzás eredménye? Igen, úgy mondanám inkább, hogy egyrészt a toborzásnak az eredménye, másrészt pedig lenn a kormány tavaly elindított egy olyat, hogy sportági támogatás a kiemelt sportágakra, főleg a látványsportok mellett az olimpiai sportágakra adott egy szerintem az utolsó 24 órában egy ilyen sportági támogatást, amit megpróbálunk maximálisan a sport, azért mondom, hogy a sport, mert elsődlegesen a sport és a birkozás érdekébe kihasználni, és ezért mindent megteszünk, hogy egészséges gyerekek legyenek. Most megtanulják itt, hogy ha felkészülnek, akkor jók lesznek a tanulásban, meg a birkozásban, később majd a munkába is. Reméljük, akkor lesz utánpordás, hiszen ez a sok kisgyermek biztos eredményes lesz pár év múlva. Akkor várjuk együtt a télapót, és hallgassuk meg, hogy milyen tanácsokkal látja el a gyerekeket. Hát az, hogy eredményes lesz, már a ezévi versenyek javarészén túl vagyunk, és büszkén mondhatom el, hogy végeredményben lett magyar bajnokunk, lett magyar bajnoki második helyezettünk, lett dobogós helyezettünk, lett ötödik helyezett, és ez magyar bajnokság, ahol nekünk a fővárosiakkal, a Fradival, a Vasassal, az Újpesti Dózsával, a Székesfehérvárral, a Szombathellyel föl kell venni a versenyt, és bizony, aki megnyerte, annak végig kellett verni az országot, és meg is tette, vannak nagyon ügyes gyerekek, bízom benne, hogy még majd hallani fogunk róluk. Így legyen, köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és még egyszer azt, hogy figyelmmel kísérik a rendezvényeinket.